A hit kapuja. Székely János püspökatya és Kindelman győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy-nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm Székely János püspökatyát is, a hitkapuja állandó műsorvezetőjét. Jó magam, Kindelman győző vagyok, és amint azt már megszokhatták, kérdéseim révén püspökatya ad választ olyan kérdésekre, amelyek a hitünkkel kapcsolatban bármilyen témakörben felmerülhetnek bennünk. A mai naptól kezdődően egy hosszabb folyamatként a Bibliáról, a Szentírásról, vagyis a Szentírás egyes könyveiről fogunk majd szépen sorjában beszélgetni. A célunk elsősorban nem az, hogy a szentírási eseményeket ismertessük pusztán, nem is lelki elmélkedéseket akarunk adni a szövegek alapján, hanem az a szándékunk, hogy mint egy kitágítva a hittani ismereteinket, megismerjük a bibliai könyveknek a keletkezését, az eseményeknek akár a háttértörténetét, és közben válaszokat kapjunk azokra a kérdésekre, amelyek egy-egy nehezen értelmezhető rész kapcsán felmerülhetnek bennünk, vagy mondjuk azokra a részekre, amelyek támadási felületet jelentenek akár a materialisták számára, vagy akár más vallások képviselőinek a részéről. Az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan tudományág, amelyet Biblia kritikának nevezünk, és amelynek az egyik alaptétele, hogy miközben természetesen elismerjük a bibliai könyveknek a sugalmazott voltát, de nem iktathatjuk ki a közreműködő szerzők emberi természetét sem, erről már egyébként műsorunkban is többször szó esett. Tehát a Bibliát alkotó szövegeket szövegek ennek a fényében is vizsgálhatóak, természetesen több más tudományterületet is segítségül hívva, ilyen az irodalomkritika, a szövegkritika, a történetírás, de akár a régészet is, vagy a kultúrtörténet, és a felsorolást azt folytathatnám. A Biblia kritika eredményeit önök elé tárva néha talán olyan dolgokat is fognak tőlünk hallani, amelyek elsőre meghökkentőnek tűnhetnek, de ezek a tudományos kutatási eredmények, hangsúlyozom nagyon-nagyon, hogy nem kételyeket akarnak ébreszteni önökben, hanem éppen ellenkezőleg. Az a célunk itt Székely püspökatyával, hogy a Bibliát így módon is megvizsgálva, megismerve egy átgondolt, felnőtt hitre juthasson el mindenki, aki hallgat majd bennünket. Püspök atya, mindenek előtt akkor beszéljünk arról, egy kis rövid összefoglalás szintjén, hogy mi is a Biblia, hogyan és mikor keletkeztek a könyvei, ezt mondjuk csak nagy vonalakban, mert az egyes könyveknél részletesen is ki fogunk majd erre térni, és milyen irodalmi műfajokat találhatunk benne, hiszen ezen a tekintetben is elég széles a paletta. Hogy mi is a Biblia, erre nem is olyan egyszerű egy teljes és kimerítő választ adni. Az Úristen örök szeretet, az ő jósága ragyog a napban, a holdban, a csillagokban, szeretetből alkotta a világot és az embert, és szerette volna a szeretetét, jóságát velünk megosztani. Az ember a saját erejéből nem tud az Úristenig eljutni, ő neki kell a mi szintünkre lejönni a térben, az időben, számunkra fölfogható módon önmagát közölni. Ezt a nagy folyamatot nevezzük kinyilatkoztatásnak, ahogyan Isten önmagát föltárja, ajándékozza. Az egyházunk tanítása szerint, ahogy a II. Vatikáni Zsinat ezt megfogalmazza, a kinyilatkoztatás szavakban és tettekben történik leginkább Krisztusnak a megtestesülésében, a kereszthalálában és a föltámadásában. A kinyilatkoztatás tehát egy tágabb fogalom, és a Biblia, a sugalmazottság, az egy szűkebb fogalom. A Biblia tulajdonképpen hiteles tanúság erről az eseményről, Krisztusról, illetőleg a kinyilatkoztatás eseményéről. Tehát rámutat a kinyilatkoztatásra, az önmagát föltáró Istenre, illetőleg magában foglalja a kinyilatkoztatás igazságainak a lényegét. Az események
amelyeket a Biblia leír, azok nagyon-nagyon ősi időkre mennek vissza. Ha a világ teremtésére gondolunk, akkor nyilvánvalóan nagyon mélyen megyünk bele az időbe, az idő kezdetéig. A tudományos számítás szerint körülbelül 15 milliárd évvel ezelőttig. Ha az üdvtörténet kezdetét nézzük, akkor nagyjából Ábrahám életét, illetőleg a pátriárkák korát, az Krisztus előtt 1800-1700 tájékára tehetjük. Egyébként pont egy olyan időszakra, amikor az ókori keleten egy nagy népmozgás indult el Mezopotámia északi része felől a tenger irányába, ennek része az is, ahogyan Ábrahám útra kell. A kivonulás eseménye nagyjából Krisztus előtt 1250-1225 tájékára tehető, második Ramszesz fáraó uralkodásának a végére. Dávid király uralmának a kezdete az nagyjából Krisztus előtt 1000 tájékára tehető. Elég nehéz pontosan datálni ezeket az eseményeket. Tehát az események rendkívül régen játszódtak. A könyveknek a leírása azonban jóval később kezdődik el, és főleg jóval később születnek meg a végérvényes írások. Nagyon fontos tudni, hogy az ókori társadalmak rengeteg hagyományt szóban adtak tovább, tehát a Biblia esetében is ezt kell elképzelnünk, hogy nemzedékeken át, énekekben, himnuszokban, imádságokban, hagyományokban, legendákban, elbeszélésekben ezek az ősi történetek éltek, de jóval később írták őket le. Az első ilyen nagy leírási hullám az valószínűleg Jozia király reformjának az idején, Krisztus előtt 622 tájékán lehetett, amikor valószínűleg a második törvénykönyvnek a központi anyagát, illetőleg annak a történeti műnek a szintén a központi anyagát leírhatták, amelyet nevezünk így is tudományos kifejezése, hogy deuteronomista történeti mű, egy proféták tanítására alapozódó iskola az, amelyik leírja Izrael történetét a honfoglalástól kezdve egész a babiloni fogságig. Azonban a legfontosabb időszak, amikor nagyon sok bibliai könyv legalábbis lényegében megszületik, ez a babiloni fogság. Ez egy nagyon sokat mondó tény egyébként, hogy pontosan a zsidó népnek a legnehezebb időszaka, amikor úgy érezték, hogy minden elveszett, az volt egy nagy lelki ébredésnek is az ideje, amikor megtisztultak, megtértek, és a hagyományaikat összegyűjtötték. Ez Krisztus előtt 587-től 538-ig terjedő idő a fogság maga, illetőleg hát sokan még utána is Babilonban maradtak, és ott is születtek fontos bibliai írások. A Mózes öt könyvének az egyik legalapvetőbb hagyomány, az úgynevezett papi írás, az minden bizonnyal itt és ekkor, tehát Babilonban, és ebben az időszakban keletkezik. A kérdés harmadik része pedig arra vonatkozott, hogy milyen fajta műfajok vannak a Bibliában. Nagyon sokféle. Vannak nyilvánvalóan történeti leírások. Itt is azért fontos azt tudni, hogy másképpen mondták el az ókorban a történeti dolgokat is, mint manapság, tehát nem olyan kritériumokkal és nem olyan szempontokból, nyilván nem is volt annyi forrás, amennyi ma rendelkezésre áll. Van rengeteg népies elbeszélés, tehát nem kifejezetten történeti leírás. Hadd mondjak erre egy példát. A kivonulás könyve nagyon bőségesen beszámol arról, hogy hogyan élt a választott nép rabszolgaként Egyiptomban. És elmondja például a két bábaasszonynak a nevét. Azonban nem mondja el a fáraó nevét. Tehát, hogy ki volt akkor a fáraó. Látszik, hogy a kisember szempontjából, ahogy ők átélték az életüket, megjegyezték ennek a két bábaasszonynak a nevét, mind a mai napig olvassuk a Bibliában, de a fáraó nevét nem írták le. Van rengeteg költői műfaj, zsoltárok, proféciák, és vannak a Bibliában legendás elbeszélések, talán mondhatjuk, hogy mesés elemek is, például ilyen a Jónás könyvében az a részlet, hogy Jónás menekül, egy cethal bekapja, elviszi
Ninivébe az Úristen növeszt egy ricinusbokrot, küld egy kis férget, az megrágja, és a ricinusbokor elszárad. Tehát vannak szintemesés részletek is, amelyekkel az Úristen tanítani akar. Első pillanatra egyébként megdöbbentőnek tűnhet a hitelesség szempontjából legalábbis sokak számára az, hogy valamikor a babiloni fogság alatt írnak le kvázi Isten szavaként olyan történeteket, amelyek lehet, hogy már évezredek óta akkor, vagy legalábbis 1500-2000 éve akár az emberek számára ismert volt és szájról szájra adták tovább, de azt azért tudni kell, nemrég olvastam egyébként erről egy tanulmányt, hogy egészen más volt az írni, olvasni nem tudó, általunk primitívnek tekintett népek körében az a fajta szájról-szájra továbbadás nem olyan volt, mint nálunk a népmese, hogy változik és állandóan más-más, hanem kipróbálták, Oceániában egy tesztet elvégeztek, különböző törzsek körében eredetmondákat beszéltek el velük, és ezeknek nagyjából azonos eredetmondáik voltak, és különböző falvakban gyakorlatilag sok-sok oldalnyi szöveget szinte szóró-szóra mondtak el egy-egy törzsnél azok az emberek, akik ennek a továbbadásnak talán a hivatottjai voltak. Tehát ez egy érdekes adalék arra vonatkozóan, hogy egészen másfajta volt ez a szájról-szájra továbbadás az ősidőkben, mint ahogy azt mi manapság elképzeljük. Ennek egyébként nagyon sok ókori bizonyítéka van, ami a történészeket mind a mai napig megdöbbenti. Például van egy eset, amikor egy ókori keleti uralkodó, mezopotámiai uralkodó, tudjuk, hogy egy hadjáratot vezetett, ennek megvan a leírás, azonban a leírás a hadjárat után kb. 500 évvel keletkezett, és leírja, hogy milyen városokat hódított meg az illető uralkodó. És nagyon sokan azt gondolták, történészek, hogy hát ez teljes legenda, nem lehet 500 év után megjegyezni, hogy pontosan egy jó messzi kis-ázsiai hadjárat volt ez. Volt azonban egy régész, aki azt mondta, hogy próbáljuk ki, és ő elment mai Törökország területére, megtalált ezeket a helyeket, elkezdett ásni, és legnagyobb megdöbbenésére szinte egytől egyig minden adat pontos volt. Tehát minden városban annak a nyomát megtalálta, hogy ez a bizonyos uralkodó 500 évvel azelőtt, ahogy ezt leírták, valóban ott járt és hódított. Tehát nagyon sok bizonyítékunk van arra, hogy az ókori embernek az emlékezete, a történetek továbbadása az sok esetben rendkívül pontos volt. Térjünk akkor vissza konkrétan a Bibliára, ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, az elkövetkezendő műsorainkban a Biblia könyveit vesszük sorra, melyek közül az első öt könyv tulajdonképpen egy szerves egységet alkot. Ezeket a könyveket nevezzük sokszor Pentateuchusnak idegen szóval, de Héber névén Tórának is, és szokás még Mózes könyveinek is gyűjtő fogalomként nevezni. Az izraelita vallás körében a szent könyvek között is kifejezetten szentnek kiemelt tisztelet övezi a Tórát, amely a zsidóság legrégebbi vallási hagyományát írja le, ugye, leírja a zsidó nép őstörténetét a világ teremtéséről, ezt tudjuk az Istennel kötött szövetségeink keresztül a Mózes közvetítése által kapott törvényekig. De valójában, püspök atya, hogyan köthetők ezek a könyvek Mózes személyéhez? Hiszen a felvilágosodás korától kezdve, de ez még manapság is gyakran előkerül, sokszor vannak, akik sokszor talán demagóg módon, ellenséges hozzáállással a kereszténységgel szemben azt mondják, hogy hát a Pentateuchus az egész csak egy nagy csalás, mert valójában nem is Mózes írta, már a kiinduló pont hamis. Hadd kezdjem azzal a meglepő állítással, hogy maguk a könyvek nem állítják, nem hangsúlyozzák azt, hogy elejétől végéig Mózes írta volna. Tehát sehol sincs megemlítve, hogy nem tudom, a teremtés történetet Mózes írta le, vagy a vízözönt. Az is talán meglepő sokak számára, hogy elég sokáig ez a zsidó hagyományban sem volt hangsúlyozott, tehát nem állították, hogy a Tórát kezdettől a végéig Mózes írta volna le. Maga az elnevezés, hogy Mózes első könyve, stb. Mózes második könyve, vagy Mózes öt könyve, ez nagyon késői. Hát eredetileg ezeket a könyveket nem így hívták. A zsidó elnevezés nagyon érdekes módon a könyvek kezdő szavait használja, tehát a teremtés könyvét azt így hívják, hogy kezdetben, Bereshit, ahogy a könyv kezdődik, vagy kivonulás könyve, ezt így hívják, hogy a nevek. Mert így kezdődik, hogy ezek a nevek, ezek azoknak a nevei, akik Jákobbal
lementek Egyiptomba. Tehát ilyen kezdő szavakból vannak a könyvek nevei. Egyébként görögül is az eredeti nevei Mózes 5 könyvének az Genesis, tehát teremtés, Exodus, kivonulás, tehát az sem hangsúlyozza kifejezetten a mózesi szerzőséget. A Mózesre való hivatkozás, ez tulajdonképpen görög mintára alakul ki a zsidóságon belül. A görögöknél egy idő után szokásos volt, hogy egy típusú irodalmat egy nagy személyhez kötnek, mondjuk Homéroszhoz a kezdeti nagy mítoszokat, vagy a trójai háború, meg ezzel kapcsolatos nagyon nagyszerű elbeszéléseket. Hérodotoszhoz a történelmet, Szólonhoz a törvényeket, tehát voltak ilyen emblematikus figurák, akik egy-egy műfajt szinte megtestesítettek. És kicsit ennek a mintájára alakul ki a zsidóság, azt mondta, hogy a törvény a mi vallásunknak a legfőbb szimbóluma, pedig Mózes. Tehát ez Krisztus előtti évszázadokban alakul ki. De nem kezdettől fogva így volt. Tehát eredetileg a mózesi könyveket, már én is így mondom, tehát az 5 könyvet nem kötötték szorosan Mózeshez. Krisztus korában ez egy ilyen természetesen elfogadott vélemény volt, hogy ez mind Mózesnek a műve. Maga az evangélium is így idézi, hogy Mózes megtiltotta, Mózes megparancsolta, stb. Tehát ez volt a közvélemény. És aztán elég sokáig kell az időben előre haladnunk, amikor megjelenik az első kételj ezzel kapcsolatban. Egy nagyon híres rabbi, Abraham ibn Ezra, aki 1100-as években Hispániában alkotott, tulajdonképpen nem merte nyíltan kimondani, hogy szerinte nem mindent Mózes írt le, hanem írt egy kommentárt, amelyben kérdéseket tesz föl ezzel kapcsolatban. Például megkérdezi azt, leírja a második törvénykönyv Mózesnek a beszédeit a halála előtt. És így kezdődik, hogy ezeket mondta Mózes a Jordánon túl. És hát ez a rabbi elcsodálkozik, hogy miért írják ezt, hogy a Jordánon túl, vagy Mózes miért írná ezt, amikor ott van a nép is, a Jordán keleti oldalán együtt vannak mind, ott van Mózes is, mi értelme van ennek a Jordánon túl? Nyilván ezt már jóval később írják, amikor már a honfoglalás megtörtént, átkeltek a Jordánon, Jeruzsálemben vannak, és visszagondolnak arra, hogy valaha Jordán túloldalán voltak. Tehát szemmel látható, jóval később írják ezt, és nagyon sok ilyesmit megfigyel, de csak megkérdezi. Abban az időben ezt túlságosan megkérdőjelezni, hogy minden Mózestől származott volna, ez eléggé veszélyes dolognak tűnt. És hát aztán a racionalizmus és felvilágosodás korában Baruch Spinoza, illetőleg más tudósok, Jean Astruc, egy Richard Simon nevű oratoriánus atya és mások kezdik ezt észrevenni és ki is mondani, hogy talán nem elejétől végéig Mózes a szerző. Hadd mondjak néhány érvet, amiből nagyon világosan látszik, hogy ezt nem egy ember nem egyszerre írta le. Nagyon sok olyan történet van, ami rendkívül hasonló formában többször szerepel. Például valamelyik pátriárka fél attól, hogy a felesége szép, megtetszik valakinek, és őt megölik, a feleségét pedig valaki más elveszi, feleségül veszi. És ezért a pátriárka azt mondja, hogy ez nem a feleségem, hanem a húgom. Ezt olvassuk a Bibliában kétszer Ábrahámmal kapcsolatban, egyszer Izsákkal kapcsolatban, de a történet majdnem mindig szinte minden elemét tekintve ugyanaz. Tehát teljesen nyilvánvalóan van egy hagyomány, amit többféle módon meséltek, talán különböző törzsek vagy különböző részein az országnak többféle módon hagyományozták, és aztán valahogyan egyesítették. Tehát látszik, hogy hosszú történet áll a könyv mögött, különböző hagyományok állnak a könyv mögött. Vannak olyan történetek, ahol egyetlen történeten belül jelennek meg ezek a különböző hagyományok. Például a Vízözön történetében hallunk olyat, hogy Noé két-két
állatot visz föl minden fajtából, egy hímet, egy nőstényt, de hallunk olyat is, hogy hetet a tiszta állatokból, hét párat a tiszta állatokból, és csak kettőt a tisztátalanokból. Ugyanis ez a szerző arra is gondol, hogy Noé áldozatot mutatott be a vízüzön végén, és akkor hogyan szaporodtak volna tovább azok a fajok, tehát a tiszta állatokból, amelyekből áldozatot tudott bemutatni, abban nyilvánvalóan többnek kellett lennie. Itt is nyilvánvalóan két hagyomány van, amelyeket lassanként egyesítenek. Tehát látszik, hogy hosszú történet során alakult ki mondjuk a vízüzön elbeszélés. Nagyon sok olyan törvény van, ami több formában szerepel a Pentateukusban, Mózes 5 könyvében. Például van egy ilyen szabály, hogy a rabszolgát föl kell szabadítani a hetedik évben. Azonban ez alól van egy kivétel, a régi megfogalmazás szerint, ha nő, zárójelben ez csak zsidó rabszolgára vonatkozott, tehát a saját népedből való rabszolgára, ha nő, akkor nem volt kötelező szabadon engedni, akkor maradhatott rabszolga, a férfi rabszolgát kellett elengedni. Ennek az volt az oka, hogy abban az időben nagyon gyakran a női rabszolgát, a zsidó rabszolga nőt feleségként vette magának egy gazdagabb ember, vagy vette a gyerekének, vagy nem tudom. Tehát bekerült a családba, és azért nem engedték utána sem el. Ő családtagnak számított, még akkor is, hogyha rabszolga volt. Később azonban ez megszűnt, tehát ilyen, hogy feleséget vásárolni, ez már a babiloni fogság táján már nem volt szokásos, és a törvényből is ez kikerül. És ott azt halljuk, hogy mind a férfit, mind a nőt 7 év után el kell bocsátani. Teljesen nyilván, hogy ez a két törvény nem egyszerre létezett. Az ősi időkben létezett az, hogy el kell engedni a férfit, a nőt nem fontos. És jóval később alakult ki, hogy mind a kettőt el kell engedni. Tehát nem egyszerre létezett ez a két törvény, nem lehetett volna betartani. A kettő között több száz év különbség van, de Mózes 5 könyvében mind a kettő egymás mellett szerepel. Tehát többfajta oka lehet akkor annak, hogy ellentmondásosnak tűnő elemeket tudunk egy-egy könyvben felfedezni. Igen, leginkább ez, hogy sok hagyomány és sok idő, ami eltelik a... És tanbeli szempontból ezek az ellentmondások nem okozhatnak kételyeket mondjuk egy... gyanútlan olvasóban? Az Úristen embereken keresztül szól, az ő kultúrájukon, egyéniségükön keresztül, azonban a maga üzenetét ezen keresztül is nagyszerűen át tudja adni. Tehát meg kell tanulni, kicsit elkülöníteni a korabeli nyelvezetet, a hagyományoknak a különbözőségét, a különböző formákat, és megtalálni mögötte az isteni üzenetet, a lényeget, ami ebből a sokféle hagyományból gyönyörűen kibontakozik. Tehát ez egy eléggé igényes folyamat, amíg a Bibliának a különböző műfajait, a hagyományait kibontogatjuk és megértjük. De én azt hiszem, hogy ennek a mostani műsorfolyamnak emeletünk áll pont ez a célja, most jobban is megfogalmaztad, mint ahogy én az elején ezt a felvezetőmbe tettem. Tehát pontosan ez a lényege, hogy mi ezt a külön választást meg tudjuk itt tenni, és hogy a kedves hallgatók is mindezt velünk együtt megtalálják, felismerjék. Ha szabad még visszakanyarodni, hogy Mózesnek akkor mi is a köze. Igen. Az öt könyvhöz. Nem ő írta tehát elejétől a végéig. Nyilvánvaló például a legvége Mózes 5. könyvének az Mózes halála, azt eléggé nehezen tudta volna ő maga leírni. Ennek ellenére Mózes egy abszolút központi figurája a zsidó történelemnek, és ezt is nagyon fontos helyesen látni. Ő az, aki kivezeti a választott népet Egyiptomból, amikor tulajdonképp a zsidó nép hite megszületik. Ez gyönyörűen ábrázolja a kivonulás könyve, hogy átkelnek a tengeren, egy olyan helyen, ahol ember számára az élet lehetetlen. Szinte a tenger méhéből születik meg az Isten népe, Mózes megy elől, a nép őt követi. És ennek a történetnek a záró mondata, ez, hogy a nép hitt az Úrnak, és Mózesnek, az ő szolgájának. Tehát megszületik egy nép, amelyik hisz Istennek, és hisz Mózesnek. Nagyon központi szerepe van Mózesnek a 10 parancs megkapásában, annak a
a megfogalmazásában, ami megint csak alapalkotmánya a zsidó népnek. Abból az élményből születik a 10 parancsolat, hogy átélik, hogy Isten számára minden ember végtelenül értékes. A legutolsó rabszolga is, akit Egyiptomban szinte embernek sem tekintettek, Isten számára is szent és érthetetlen, ahogy Mózes ezzel az üzenettel megy a fáraóhoz, hogy megjelent nekünk a héberek istene a pusztában, és azt üzeni neked, hogy Izrael az én elsőszülött fiam. Te megölted az én fiamat. Hát Istennek minden ember a legutolsó rabszolga is végtelenül értékes, és ebből a felismerésből, tapasztalatból születik meg a ragyogóan tiszta erkölcsi érzék. Az, hogy mindenkinek az élete szent, azért ne ölj, mindenkinek a tulajdona szent, azért ne lopj. Tehát Mózes abszolút ott van a zsidó nép legfontosabb esemény sorozatánál, ahol maga a nép, a hite és az erkölcse megszületik. Térjünk akkor át most konkrétan Mózes első könyvére, amely ugye a Genezis vagy a Teremtés könyve címet viseli. Ennek ugye az első 11 fejezetét őstörténetnek is szoktuk nevezni, mert ebben található a világ keletkezésének és az emberiség eredetének a leírása, az elbeszélése. Ezek a fejezetek teljesen elkülönülnek a többitől, tehát az utána következőktől, mert itt az események még nincsenek történelmi korba helyezve, ez majd csak később a 12. fejezettől, ahogy az előbb említettet püspök, hogy Ábrahám történetétől kezdődik majd csak el. De mely eseményeket, elég ismert eseményekhez azért sorolj föl, melyek azok, amelyek az őstörténethez sorolhatók? Kezdődik a teremtés könyve a hatnapos teremtés történettel, illetőleg aztán az édenkerti elbeszélése és a bűnbeesés történetével ez az első három fejezet. Ezután találjuk Káin és Ábel történetét a 4. fejezetben. Az 5. fejezet egy családfa, ami elmondja Ádámnak a leszármazottait Noéig. Utána három hosszú fejezetben hallunk a vízzönről, a 6-tól a 9. fejezetig. Utána megint egy hosszú családfa, Noénak a három fia, Szem, Kám és Jáfet, és rajtuk keresztül a Biblia ábrázolja a világ népeinek a létrejöttét. 70 leszármazott, ez 70 nép, a Semita népek Szemtől, a Khámita népek, vagyis afrikai népek, és Jáfet fiai az európai népek. Ez egy kis ókori földrajz is, ahogyan mutatja a népek rokonságait. És a 11. fejezet ezzel zárul, az őstörténet Bábel tornyának a története, a nyelvek szét zavarásáról. Akkor a mai napon próbáljuk az első két részt, az első két fejezetet nagyító lencse alá venni. Hát a világ teremtéséről és az ember teremtéséről van ugye szó. Gyakorlatilag minden kultúra megteremti a maga teremtés mítoszát, de mondjuk miben más és hitünk szerint miben több a Biblia ezen elbeszélése? És kicsit még ehhez kapcsolódik egy másik kérdésem is, hogy hogyan kell értelmeznünk a teremtés történetet. Korról, időre más-más véleményeket hallunk erről, szó szerint, mint ahogy például manapság is egyes protestáns fundamentalista teológusok vallják, vagy mondjuk lehet-e valamilyen módon tudományos dimenzióba helyezni a leírtakat, vagy esetleg pusztán egy olyan mítoszként kell kezelnünk, mint az ókori kelet népeinek más teremtés mítoszait? Az ókori keleten, és tulajdonképp tágabb értelemben a világ minden általunk ismert népénél, vagy a legtöbbnél vannak hagyományok erről, hogy a világ hogyan jött létre. A legtöbb vallás erről valamit mond. Az ókori keleten jellemző az ezekben az elbeszélésekben, amilyen a Gilgámes eposz, az Enuma Elis, a világ teremtésének ez a babiloni változata. Nagyon jellemző az, hogy egyszerre mondják el az istenek megszületését, amit nevezünk teogóniának, és a világ létrejöttét, amit nevezünk kozmogóniának. Ahogy például elmondja, hogy megszületik egy isten pár, Uranus és Gaia, úgy születik meg az ég és a föld. Aztán Poseidonnal a tenger, Zeusszal a fény.
Tehát egyszerre mondja az istenek létrejöttét és a világ létrejöttét. Az isteneket tulajdonképpen úgy látja, mint a világnak a részeit. Később is a pogány istenek mind ilyen módon fogalmazódnak meg. Vénusz vagy Afrodité a szerelem, Mars a háború, és ehhez hasonló módon, tehát az emberi világnak az élményeit és a természet erőit testesítik meg az istenségek. Az a mondat, amivel a Biblia kezdődik, amikor azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ez egy teljesen egyedülálló mondat az ókori keleten. Tehát egyetlen teremtés mítoszban sem találunk ehhez hasonlót. A Biblia embere ugyanis arra a meggyőződésre jut, ha szabad így mondani, pontosan a sugalmazás az Istennel volt találkozás által, az a hit születik meg benne, hogy Isten az nem a világ része. Nem egy titokzatos kozmikus erő, ő nem a tenger, nem az ég, nem a föld, nem a szerelem, nem a háború. Az Isten az valaki teljesen más, aki ebbe a világba néha úgymond betör, mint egy személy megjelenik, szól hozzánk, kivezet minket, a történelmet irányítja. Tehát megjelenik egy személyes Isten, aki más, mint a világ, és aki a világot megalkotta. Ennyiben, tehát a Biblia teremtés leírása teljesen más, mint az ókori keleti leírások. Azért azt hadd tegyem hozzá, hogy természetesen a nyelvezetében rengeteget átvesz az ókori kelet leírásaitól, tehát mitikus nyelvet a Biblia is használ. És ez talán sokak számára meglepő, meg furcsa, de ennek rengeteg apró jelét látjuk. Aki persze a mitoszokat nem ismer, ez kevésbé veszi ezt észre, de hadd mondjak egy-két példát erre rögtön a teremtéstörténet elejéről. Azt mondja a Biblia, hogy a teremtéskor azt mondja, hogy sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. A mélységek héberül így hangzik, hogy tehom, ami majdnem ugyanúgy íródik le, vagy hangzik, mint az egyik istennőnek a neve a babiloni mitológiában, Tihamat, az ős tengernek az istennő. És a babiloni teremtés mítoszban, az Enuma Elisben azt halljuk, hogy az istenség Marduk úgy alkotja a világot, hogy ezt az ős káoszt, az ős óceánt, Tihamatot, ezt az istennőt, akinek úgy ábrázolják, hogy ilyen hatalmas nagy teste van, az egész ős káosz tulajdonképpen az ő testét alkotja. Marduk istenség egy óriási szelet támaszt, fúj, és ezzel dagasztja ezt az istennőt, és végül darabokra szétszakad. És Tihamat testének, az ősóceán istennője testének a darabjaiból lesz a világ. Lesznek a hegyek, a különböző létezők, amikkel aztán Marduk a világot benépesíti. A Biblia azt mondja tehát, hogy van egy ilyen ős tenger, mélységek, vizek, sötétség. Kicsit ábrázolja ezt a káosz elképzelést, ami minden ókori keleti mítoszban megjelenik. Utána azt mondja, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Lélek, héberül ruach, jelenti azt is, hogy szél, illetőleg vihar. Tehát lehetne így is mondani, hogy Isten vihara volt a vizek fölött, és itt gondolunk egy kicsikét Mardukra, és erre a hatalmas szélre, amivel ő Tihamatnak a testét szétrobbantotta. Valószínűleg a bibliai szerzőnek az elképzelésében ez is benne van, amikor ezeket a mondatokat írja, nyilván ő kicsikét a maga hite szerint már tisztítja ezeket a mítoszokat, de mint hasonlat ez is ott van mögötte. Az ige, amit használ, lebegett, elsősorban madarakra használatos ige, ahogy egy madár lebeg a tojásai fölött, kikölti, mozog fölöttük, illetőleg ahogy a levegőben lebeg, és vigyáz a kicsinyeire, esetleg a szárnyain hordozza őket. Tehát tipikusan madárra használatos ige. És hát itt eszünkbe juthat például a sumér
elképzelése, a világ olyasmi volt, mint egy tojás, és az istenség, mint egy madár volt fölötte, és kiköltötte ebből a tojásból az élő lényeket és az életet. Egy nagyon szép hasonlat. A Biblia, mintha ezt is egy kicsikét fölvillantaná, hogy Isten lelke, mint egy hatalmas madár, lebeg az anyagvilág fölött, és előhozza az életet. Vagyis a Bibliában mitikus kifejezések vannak. Hadd idézzek még egyet, a kígyó. A kígyó szerepel a Gilgámes eposzban is. Méghozzá nagyjából ugyanabban a szerepben, mint a Bibliában, hogy az élet gyümölcsét, az örök élethez vezető utat, azt elragadja az embertől. A Gilgámesben ezt halljuk, hogy nagy nehezen Gilgámes, a Uruk városának a királya, megszerzi az örök életnek a növényét, de aztán nagyon fáradt, lefekszik, és utolsó pillanatban ez a kígyó elragadja a növényt, megeszi, tehát ilyen módon az ember nem élhet örökké. Vagyis mitikus nyelvezet van a Bibliában, de ismétlem, az alap hit, ahogyan a teremtést elmondja, az gyökeresen más. És végül, hogy fogjuk föl az elbeszéléseket, hogy tudományos elbeszélés, mese, vagy minek tekintsük, mondjuk, ahogy megalkotja az Úristen az embert, így olvassuk a Bibliában, hogy a föld porából megalkotta a testét, aztán az orrába lehelte az élet leheletét. A gyerekeknek, ha hittant kell erről tartani, akkor egyszerű módon azt szoktam mondani, hogy például az Ádám Éva történet az nem mese, hanem egy igaz történet, de jelképes történet. A Biblia igazat akar mondani, de jelképekkel mondja el, és minden jelképet meg kell érteni. És akkor elkezdjük a jelképeket mind megmagyarázni, hogy ebben a jelképben mi az igaz. Mi az üzenet, amit az Úristen átad. Például ebben a leírásban, hogy a föld porából alkotja az Úristen az ember testét, és utána az orrába leheli a leheletet. Ebben nyilván rengeteg ókori elképzelés van. Az ókorban ámultak azon, hogy a lélegzetet nem lehet megfogni, kibejár az emberből, és amikor valaki meghal, egy utolsót lehel, és az élet is ezzel, a lélek is, mintha kiszállna belőle. Az minden esetre érdekes dolog, elnézéshez közbevágok, hogy 3000 évvel ezelőtt egy ókori embernek nem kellett volna ezeket a jelképeket megmagyarázni, ez már csak nekünk jelent nehézséget, és ezért kell valamilyen módon értelmeznünk, visszatekintve a múltra is a Szentírásnak ezen szövege. A régi olvasó abszolút értette, hogy itt miről van. Soha nem képzelték el az ókorban, hogy az Úristen letérdel a földre, és meggyúrja az embernek a testét, és az orrába belefúj. Tehát ezt soha nem szó szerint értették, ezt mindig tudták, hogy mire vonatkozik. Visszatérve, tehát a lehelet a szimbóluma lett, jelképe lett a léleknek, az ember szellemi részének. Nagyon sok nyelvben a két szó, a lehelet és a lélek, az szinte ugyanaz, sőt, hát vannak nyelvek, ahol ugyanaz, a magyarban is a lélek és a lélegzet, az ugyanabból a gyökből származik. Csak egy pillanatra hadd bújjon belőlem ki a könyvkiadó és a nyelvtannal foglalkozó ember. Régen, a 40-es évek előtt folyamatosan lélegzetnek írták még ezt a kifejezést, a lélegzésre vonatkozó igét. Tehát a lélegzet szimbólima a léleknek. Mit akar a Biblia elmondani? Hogy van az emberben valami, ami a földből való, a föld anyagából való a testünk. Ha meghalunk, akkor az visszatér a földbe. De van az emberben valami, ami Istentől való. Így mondja a Biblia, az orrába lehelte az élet leheletét. Tehát van bennünk valami isteni, amit tőle kaptunk a halálunk után, ő hozzátér haza. Vagyis nagyon egyszerű módon a Biblia egyszerűen ezt akarja mondani, hogy az ember test és lélek. Ez a szimbólum, ez ezt jelenti. Vagyis jelképes történet, de igaz. Csak a jelképet meg kell érteni.
Számomra egyébként, hogyha mondjuk az ókori keleten élnék, tegnap egyébként elolvastam az első két fejezetet, és akkor gondolkodtam ezzel. Tehát, hogyha 3000 évvel ezelőtti környezetben élnék, mondjuk a teremtős történet nagyon logikus sorrendisége, és az egész felépítése az azt bizonyítaná, hogy amíg a környező népek, akik körülöttem élnek, istenként tisztelik az égi testeket, az állatokat, a természeti erőket, stb. Addig a zsidóknak, az izraeli a hite mindezeket csak teremtményként mutatja be. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, és mivel a teremtmény nem állhat a teremtője fölött, kvázi ezzel a leírással a zsidóság nagyon finoman ugyan, de azért az értésére adta a környező népeknek határozottan, hogy Izrael istene minden nép istene fölött áll, és mondjuk történelemből ismerhetjük azt különböző feliratokból, meg egyéb helyekről, hogy a környező népek dicsekednek azzal, hogy az isteneik milyen győztes csatákat vívtak helyettük, vagy ő nekik köszönhetik a győzelmet, vagy milyen gazdagságot adtak nekik. Na most eddig a zsidók nem kezdték el überelni ezt az egész folyamatot, nem szálltak be a versenybe, nem szerint csak egy ilyen huszárvágással azt mondták, hogy jó, van rendben, viszont minden, amit ti istenként tiszteltek, na azokat a mi istenünk teremtette. Tehát egy nagyon-nagyon sokat mondó ez a teremtés leírás, legalábbis én úgy hiszem. Ez pontosan így van, talán legmarkánsabban az égitestek teremtésénél jön ki, ugyanis az ókori vallások általában az istenséget szinte azonosították egy-egy égitesttel, ahogy Jupiter, Vénusz, stb. Egy ókorban még nem tudták, hogy csillag vagy bolygó, ezt nem tudták megkülönböztetni, de egy égitesthez kötötték az istenséget, és szinte azt azonosították vele. Mit csinál a Biblia? Amikor elmondja, hogy az Úristen alkotja az égi testeket, akkor ki sem mondja azt a szót, hogy nap. És ki sem mondja azt a szót, hogy hold. Úgyis a holdat például Mezopotámiában az egyik legfontosabb istenségként szín néven tisztelték. De Semes, a nap, szintén sokfelé istenként jelent meg elsősorban pontosan az Izraelhez közeli népeknél, tehát kánaánitáknál és föníciaiaknál. Mit mond a Biblia, hogy az Úristen megalkotja a nagy világítót és a kis világítót? Tehát még a napnak és a holdnak sem mondja ki a nevét, és jelzi, hogy ezek csak lámpások, kis világítók, amiket az Úristen alkotott, hogy jelezzék az évszakokat és világítsanak. Püspök, hogyha mondjuk műsorunk nyomán valaki most elkezdené olvasni a teremtés történetet, akkor rögtön a második fejezetnél már szemébe tűnne, hogy a Biblia kétféle leírást tartalmaz, kétféle teremtés elbeszélést. Mi ennek az oka? Most, hogyha ki akarnám sarkítani, akkor azt kérdezhetném, hogy bár erről már volt szó az előző néhány perccel ezelőtt, hogy talán a zsidó nép mégsem vallott egységes felfogást a világ és az ember teremtéséről? Vagy mi ennek az oka? Két történetet hallunk, mégpedig, ha az ember óvatos, vagy odafigyelve olvas, akkor meg is lepődik, mert tulajdonképp kicsi ellentmondásokba is keveredik emiatt a Biblia. Ugyanis a hatnapos teremtés történetben halljuk, hogy az Úristen megalkotta például a növényeket, a harmadik napon már volt tenger, és voltak fák és mindenféle, a hatodik napon pedig az állatokat és az embert. És utána a második fejezet negyedik versében arról hallunk, hogy amikor az Úristen megalkotta az eget és a földet, akkor még nem volt semmiféle zöld növény, mert még eső sem esett, és ember sem volt, aki a földet megművelje. És hát elcsodálkozunk, hogy már rég elmondta, hogy a növényeket az Úristen megalkotta a harmadik napon. Meg víz is volt, meg embert is teremtett már a hatodik napon, miért mondja, hogy nem volt még semmi zöld növény, meg ember sem volt. Tehát van egy nagy zökkenő. És nagyon érdekes, hogy a Biblia szerzői, a sugalmazott szerzők ezt a zökkenőt nem iktatják ki. Ez két teremtés történet egymás mellett. A második újra kezdi előről. Miért nem küszöbölték ki ezt a kis zökkenőt? Mert nagyon tudatában voltak annak, hogy amiről ők beszélni akarnak, az egy olyan titok, a világ teremtése az, hogy mi az ember, miért teremtette az Úristen az embert. De olyan titkok, amiket nem lehet egyetlen történetben sem tökéletesen elmondani.
egyetlen emberi szó sem tudja teljesen megfogalmazni, és azért jobb, ha van egymás mellett több történet, több tökéletlen emberi szó, amik mutatnak erre a titokra. Tehát szándékosan hagyják meg, úgy gondolom, ezt a két különböző történetet, pont azért is, hogy mögé gondoljunk. Könnyű lett volna egyébként összehozni a kettőt, tehát Ádám és Éva történetét behozni valamilyen módon a teremtés hatodik napjára, és azt mondani, hogy ott az Úristen orrába lehelte az élet leheletét, az oldalbordájából megalkotta az asszonyt, tehát ügyesen össze lehetett volna fűzni a kettőt. Nem ezt teszi a Biblia, tiszteli is nyilván az ősi hagyományokat, és inkább meghagyja a két tökéletlen emberi elbeszélést, hogy rámutasson a titokra, ami mögötte van. Egyébként, majd fogunk erről biztos részletesebben beszélni, ugyanilyen törés van Ádám Éva története és Káin és Ábel története között. Ott is az egyszerű olvasó elcsodálkozik, hogy van két ember, azoknak születik két fiúgyereke, egyik megöli a másikat, akkor hogy szaporodik tovább az emberiség, hogy képzelték ezt régen? Tehát egy nagyon nyilvánvaló törés van az Ádám Éva történet és Káin és Ábel története között, nem nagyon lehet a logikus szálat könnyen fölvenni. Ha az ember megint csak figyelmesebben olvas, akkor rájön, hogy a Káin és Ábel történet az eredetileg önálló volt, független az Ádám és Éva történettől, és egy olyan világban játszódik, ahol már sok-sok ember él a Földön. Ugyanis Káin, amikor az Úristen megbünteti, akkor azt mondja, hogy jaj, Uramisten, vándorként, bujdosóként kell élnem, és akárki, aki rám talál, megölhet. Tehát nyilvánvalóan a Földön már élnek emberek, ő nem Ádámtól meg Évától fél, a saját szüleitől, hanem sok más ember él a Földön. Tehát egy jóval későbbi történet. Egy olyan világban játszódik, ahol már emberek élnek. A Biblia azért helyezi ide, átugorva nyilván sok-sok nemzedéket, sok-sok évezredet, azért fűzi Ádámhoz és Évához, hogy mutassa, hogy a bűn terjed. Az első bűnből lett egy testvérgyilkosság. És megint csak a törést nem tünteti el. Azért is, hogy aki olvassa, az érzéke, hogy ez nem egy jámbor család történet. Hogy volt egy Ádám és Éva nevű első emberpár, és nekik volt két kis gyerekük, hogyan nevelgették őket föl. Nem erről szól. Sokkal mélyebb a Biblia üzenete, az emberről szól, hogy mi az ember, mi volt az Isten célja vele, az Úristen jónak teremtette, honnan jött mégis a rossz, és hogyan terjed ez a rossz sajnos az egész világon. Tehát erről beszél a Biblia, egy sokkal mélyebb üzenete van, és ezért ezeket a töréseket nem tüntetik el, hogy aki olvassa, az a mélyére gondoljon és lásson. Térjünk most vissza egy picit azért még a teremtés történetre. A hatnapos teremtés ciklust. Sokan vannak, akik valamilyen megfejthető időbeosztásként megpróbálják értelmezni. Vannak, akik a hat napot egy-egy nagy korszaknak, és be is határolják, hogy mekkoraként értelmezik. Vannak, akik ezer-ezer esztendőként, és sorolhatnám itt, ez nem mostani dolg, évszázadok alatt sok-sok ilyen elmélet született. De van-e realitásuk ezeknek az értelmezéseknek? Tehát lehet-e egyáltalán ezt a hat napot valamilyen időbeosztásként érzékelni, vagy értékelni, megfejteni, és szabad-e egyáltalán ilyennel nekünk, tehát van-e értelme ilyennel foglalkoznunk? Sokszor olyan divatosnak, meg szépnek tűnik ez, hogy a Biblia részleteiben megtalálni a mai tudománnyal való állítólagos megegyezést, és sokan azt mondják, hogy milyen nagyszerű a Biblia, azt mondja, hogy ezzel kezdődik a világ, hogy legyen világosság. Ez nem más, mint az ősrobbanás. Árad szét az anyag, az energia, egy hatalmas fényjelenség. Második nap a Biblia azt mondja, hogy szétválasztja a vizeket. Az Úristen megint csak egyesek azt mondják, milyen zseniális, az élet a vízből született, a Biblia is, mintha erre utalna. Harmadik nap pedig ténylegesen létrejön az élet, az első növények. Tehát sokan azt mondják, hogy ügyesen így lehetne beazonosítani a bibliai elbeszélést és a tudományos eredményeket. Azonban ennek rengeteg buktatója van. Például, ha ezt így vennénk, akkor elég nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért mondja a Biblia, hogy a harmadik napon jön létre például a föld, a tenger és a növények a földön, és előbb
jönnek létre. A negyedik napon jönnek létre az égi testek. A naphold és a csillagok. Tehát nyilván tudományosan abszolút nem stimmel, hogy előbb van a föld, előbb vannak a növények, és csak utána a csillagok. Tehát nem lehet végigvinni egyáltalán egy ilyen tudományos jellegű párhuzamot. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a hat napot megértsük, ahhoz meg kell érteni az ókori embert, aki ezt fogalmazza, és az ő logikáját. A hat nap be van osztva 2x3 napba, az első 3 nap az építés napjai, amikor az alapvető stabil dolgokat alkotja meg az Úristen, a második 3 nap pedig a díszítés napjai, amikor ezeket a stabil dolgokat feldíszíti az Úristen mozgó dolgokkal. Az első nap az Úristen megalkotja a világosságot és a sötétséget. És ennek felel meg a negyedik nap, ott földíszíti a világosságot a nappal, ami mozog nappal az égen, és a sötétséget, az éjszakát földíszíti a holddal és a csillagokkal, mozgó díszekkel. A második nap az Úristen megalkotja az égboltozatot, és szétválasztja az alsó és a felső vizeket. Régen ezt így gondolták egyébként, hogy az égbolt szilárd, fölötte víz van, azért kék az ég, és ezért tud belőle az eső esni, föntről ezért tud eső esni, mert egy búraszerű valami, és fölötte víz van. Ennek megfelelő nap az ötödik, ahol az Úristen földíszíti az égboltot a madarakkal, amik az égvizén úsznak, mozgó díszek az égen, és a tengert a halakkal, azok is mozgó díszei a tengernek. A harmadik nap a szárazföld, és rajta a növények, megint csak stabil dolgok. A fák azok nem jönnek-mennek, azok is stabil oszlopai a világnak, és az ókori ember szemlélete szerint ennek felel meg a hatodik nap, ahol az Úristen a földet földíszíti mozgó dolgokkal, az állatokkal és az emberrel. Tehát az eredeti keleti logika ebben ez. És én azt hiszem, hogy nagyon hibás erre egy modern tudományos logikát, analógiát ráhúzni. Tehát nem helyes, hogy mi itt különböző megfejtési kódokat próbáljuk meg a Biblia sarai között kiolvasni? Nem. Talán azért, tehát van benne egy nagyon egyszerű ókori, mondhatni így, filozófia esetleg. Mégpedig az nagyon érdekes, hogy először az Úristen megalkotja az időt. A világosság és a sötétség, a nappal és az éjszaka. Tehát mintha jelezni a Biblia, hogy elkezdődik az idő, ahogy létrejön az anyag. Aztán a második nap, mintha létrejönne a fönt és a lent, az égbolt, tehát létrejön a tér, amelyben majd megjelenik a föld és az élet. És a harmadik nap az élet. Tehát ebben van talán egy ilyen gondolat, hogy az idő, a tér és aztán az élet, ami ezen belül meg tud születni. A hatnapos teremtést, tehát nyilvánvalóan az emberi hatnapos munkahétre és a hetedik nap megszentelésére utal. Úgy gondolom, hogy nem helyes a hat napot mondjuk hat korszaknak nevezni. A világot az Úristen évmilliárdok alatt teremtette. Nem kellene ezt a hosszú időt, ahogyan létrejön az anyagvilág, aztán lassan létrejön benne az élet. Azért nem kellene semmilyen módon korszakokra beosztani és beazonosítani a teremtés napjaival. Megint csak nagy problémákba ütköznénk. Tehát, hogyha a hat napot hat nagy korszaknak számítanánk, akkor megint csak azt hiszem, hogy a tudomány eredményei, ami például azt mondja, hogy az élet nagyjából 5 milliárd évvel ezelőtt jön létre a Földön, megint csak nem egészen passzítható be a teremtés elbeszélése, ahol már a harmadik napon, tehát még az eleje felé rögtön megjelenik az élet. Ugyanakkor egyébként már a középkorban voltak zsidó és keresztény tudósok is, hát akkori szinten vett tudósok azért, akik ugye elkezdték kiszámolni, és azt mondták, hogy mit tudom én, időszámítás előtt 4000, nem tudom én, akár hányban volt a teremtés, és akkor onnan számolják a hat napot, de az érdekes számomra az az, talán még ez egy nagyon rövid kérdésre egy föltehető műsorunkban, hogy manapság is nagyon sok olyan, úgymond fundamentalista
ember van, mondom, főleg a protestáns egyházak között tapasztalhatunk ilyet, akik mégis mindenféleképpen ilyenfajta módon magyarázatokat akarnak találni. Tehát ha ilyennel találkozunk, akkor mit mondjunk nekik? Mert ha én azt mondom, hogy ha csak hit szempontjából vizsgálom, akkor azt mondom, hogy hú, de erőteljes hite van ennek az embernek. A fundamentalizmusnak az alap problémája, gondja az, hogy nem veszi komolyan azt, hogy Isten embereken keresztül szól, vagyis emberi módon, emberi fogalmakkal, jelképekkel az ókornak a nyelvein. Annak az embernek a kultúráján átszűrődik az üzenet, és fölölti annak a kultúrának, annak a nyelvnek a ruháját. A fundamentalista ember a kettőt teljesen azonosítja, tehát azt gondolja, hogy maga a betű az az isteni üzenet. A betűt imádja, a betűt isteníti, nem látja a különbséget az isteni örök üzenet és annak a gyarló emberi ruhája között, és nem veszi komolyan, hogy az ember, akin keresztül az Úristen szól, az egy szabad, önálló lény, az akaratával, a kultúrájával, az érzéseivel együtt. Az Úristen azt nem tüntette el, nem tünteti el, az ember társa az Istennek. És sajnos a fundamentalista mentalitásból nagyon gyakran ez is következik, hogy a mai világban sem tartja tiszteletben a másik embernek a szabadságát, önállóságát. Ezt látjuk például az iszlám fundamentalizmusnál, ahol gondolkodásnak sok helye nincs, Allah így mondta, dialógusnak sok helye nincs, és tulajdonképp a másik ember szabadságának, a vallás szabadságnak sincs igazi tere. Végső soron mindenkinek meg kell hódolnia Allah előtt, az egyetlen igaz hit előtt, vagy szép szóval, vagy erőszakkal, de a világnak meg kell hódolnia Isten előtt. Kedves hallgatóink, nagyjából ennyi fért a mai műsorunkba. A következő héten ugyanebben az időpontban hallhatják majd a hit kapuját, és folytatjuk még a teremtés témakörével, utána pedig a bűnbeesésről és az őstörténet más-más eseményeiről fogunk még beszélgetni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak önöktől a műsor szerkesztői, Székely János püspök atya és Kindelmann Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!